a Biatorbágy 1 perces. Köszöntöm Önöket! A mai gyásznapon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának 68. évfordulóján az áldozatokra emlékezünk. Szombat délután a mentőszolgálat kérte a biatorbágyi önkéntes tűzoltók segítségét a Nyakaskőnél, egy bokatörést szenvedett férfit vittek Hordágyon a parkolóig. Holnap délután 4 órától leendő középiskolásoknak szerveznek továbbtanulási expót a Juhász Ferenc Művelődési Központban. Az eseményen 11 középiskola képviselteti magát. Gyengén felhős az ég felettünk, a napos órákban legfeljebb 13, éjszaka és hajnalban 0-2 fok körül alakul a hőmérséklet. A hidegfront megviselheti az arra érzékenyeket. Köszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk, viszontlátásra!